Anasztaszia Sevcsenko támogatására százak meneteltek Moszkva belvárosában. Szabadságot Anasztaszia Sevcsenkónak, skandálták. Az aktivista a száműzött Mihail Hodorkovszki által alapított Nyitott Oroszország mozgalom tagja. Januárban vették őrizetbe a 2015-ben meghozott úgynevezett nem kívánatos szervezetekről szóló törvény alapján. Egyetlen bűne, hogy politikai nézeteit vitatott szervezetekben és a közösségi hálón fejtette ki. Emiatt letartóztatták és házi őrizetbe helyezték. Gyermeke halála után még mindig házi őrizetben tartják. Január 30-án Anasztaszia 17 éves lányát válságos állapotban az otthonául szolgáló szeretett otthonból a helyi kórházba szállították. A lány csak élete utolsó pillanataiban találkozhatott utoljára anyjával. A menet szervezését az anyai dűvezérelte, amit Anasztaszia Sevcsenko lányának halála váltott ki. A tiltakozók a politikai elnyomásnak és a gyermekek tuszként történő felhasználásának a végét követelik. A felkavaró történet sokakat sokkolt. Korra való tekintet nélkül vonultak az utcára, hogy az engedély nélküli meneten tiltakozzanak a hatalom túlkapásai ellen. Természetesen szeretném, hogy bocsássák szabadon Sevcsenkót, és hagyjanak fel a Nyitott Oroszország aktivistáinak meghurcolásával, de valamit tenni kell ezekkel a borzalmas törvényekkel. Az eltelt években pestisként harapóztak el Oroszországban. Ezek alapján bárki bármiért lecsukható. A tiltakozók a KGB utódjának tekintett orosz biztonsági szolgálatot saját népe ellenségének tartják. A két gyermekes családanyát együttműködéssel vádolják, amiért akár 6 évet is kaphat.